Tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr! A KSH adatai szerint 2021-ben 74 ezer rászoruló élt ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézményekben. Emellett 53 ezer családtag ápolta otthon tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos családtagját. Szakértők szerint valójában 10-szer több, mint egy 500 000 otthonápolóról beszélhetünk Magyarországon, azonban a szigorú és korlátozó szabályok miatt legfeljebb 13%-ok jogosult az ápolási díj valamilyen formájára. Az állam számára az otthonápolás olcsóbb és kényelmesebb, ezzel helyettesíti az intézményrendszer fejlesztését. Ráadásul a szociális törvény tavaly őszi módosításával tovább szűkítették az állam felelősségét a szociális ellátás területén. Természetesen üdvözlendő, hogy 2019. január 1-től a gyermeküket otthonápolók számára bevezették a gyerekek otthongondozási díját, vagyis a gyodot, melynek összege 2022-től a mindenkori minimálbérhez igazodik. Több mint 30 ezen azonban felnőtt hozzátartozóik egésznapos gondozásáért évtizedek óta méltatlanul alacsony összegű ápolási díjban részesülnek. Az otthonápolók kétharmada idén a beteg állapotától függően havi bruttó 45 ezer és 82 ezer forint közötti ápolási díjat kap, ami a minimálbér 20-35%-át teszik ki. A kormányzásuk 13 éve alatt az ápolási díj alapösszege mindössze 60%-kal nőtt, amit szinte teljesen egészében elvitt az infláció. Az otthonápolók szegénységbe vannak taszítva, mert 24 órás szolgálat miatt nem tudnak munkát végezni, lelkileg, fizikailag és anyagilag is kimerültek. A civil kezdeményezései kérdéseit tolmácsolva kérem államtitkár úr szíves válaszát azzal kapcsolatban, hogy miért tesznek diszkriminatív különbséget a szeretteiket ápolók között, az ápolási díj összege miért nem éri el a minimálbért, miért nem lehet a nyugdíj mellett ápolási díjban részesülni, az otthonápolást végzők jogviszonya miért nem minősül munkaviszonynak. Köszönöm szépen. Igen, egyetértünk abban, hogy akik gyereküket vagy más hozzátartozójukat otthon ápolják, mert nyilván annak a személynek is az a legjobb, ha otthon van, hiszen mindenki a családi környezetben szeret a leginkább lenni, és ez akkora időbeli megterhelést is jelent, hogy az illető nem tud mellette munkát válni, akkor fontos, hogy ezeknek a juttatásoknak, a gyermek otthongondozási díjának, ápolási díjnak emelkedjen az összege. Amikor mi elkezdtük a kormányzásukat, sőt annak már az derekán, 15 milliárd forint volt, amit az állam akkor erre fordított. Az elfogadott 23-as költségvetésben nem 15, hanem 91 milliárd forint szerepel most már erre a célra. Azért, mert fokozatosan bővítettük a körét is azoknak, akik ilyenre jogosultak, új kategóriákat hoztunk létre. Létrehoztuk például az alap és az emelt összeg mellett a kiemelt összegű ápolási díjat. Egyértelműen tettük, hogy egészségbiztosítási jogviszonynak is számít, nyugdíjidőkbe is beszámít, tehát mintha teljes mértékben munkavégzés is lenne, tehát ezekben a társadalombiztosítási ellátásunk beleszámít. Nyilván, mivel valakinek így a munkajövedelmének egy része biztosan kiesik, ezért a, aki legalább 20 éve otthon ápolja a gyermekét, azok számára egy nyugdíjkiegészítést is biztosítunk. Majd pedig 2018-ban döntöttük arra, hogy bevezettük a gyermekek otthongondozási díját. Így 2010-ben, aki otthon ápolta a gyermekét, súlyos állapotú gyermekét, ő 37 ezer forintot kapott, most pedig 232 ezer forintot kap ugyanez a személy, tehát ez egy jelentős emelkedés volt az elmúlt évek során. De sajnos, amikor erről szavaztunk, akkor az ön frakciótársai, akik azok közül még akkor is, vagy már akkor is képviselők voltak, igaz, egy másik párt formációjában, de éppen azzal foglalatoskodtak, hogy Latorce elnök úr elől elfoglalják a pulpitust a parlamentben, és nem az, hogy megszavazzák ezt a javaslatot, nem szavazták meg ők, mert éppen akkor szirénáztak, meg szelfizgettek, és nem volt annyira fontos az akkori, a mi hazánk akkori országos képviselőnek, akkor még jobbikos képviselők voltak, ezt támogassák ezt a javaslatot, jobb lett volna, ha akkor támogatják a gyermek otthon gondozási díját és a 30%-os ápolási díj emelést. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Miénk a jövő! Rád is számítunk! A fiatalok körében már a legnépszerűbb.